Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai epizódban egy Kia Soul-t fogok nektek bemutatni. A Kia Soul egyébként egy szerintem nem annyira ismert elektromos autó, nem is sokra rohangászik belőle az utakon, pedig egy elég nagy autó, tehát elég nagy beltérrel, 250 km-es ígért hatótávval, nem is csúnya, szerintem inkább mondanám érdekesnek, és mégis valahogy nem sokat látunk bele az udakon, és az eladási adatok szerint sem adtak el belőle olyan sokat. Úgyhogy engem érdekelt ez az autó, és kértem egyet a Kia Magyarországtól, amit ezután is köszönök szépen, és akkor mondom nektek, hogy az utóbbi egy hét alatt milyen benyomásokat tett rám ez az autó. A Kia Szólt még 2013-ban kezdte el tesztelni a Kia, és ez a benzines szólnak az alapjaira épülő autó, tehát nem nagyon kellett hozzányomni beletettek egy akupakkot, meg egy elektromos motor, és 2014-től már meg is lehetett vásárolni. Sok különbség egyébként nincsen a benzines testvéréhez képest. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki a benzines is, meg az elektromos szól is. Az elején nincsen ugye hűtőrács, mert nincs szükség a hűtésre, csak alul a hűtőrács helye alatt találunk egy kis hűtőnyílást. A hűtőrács helyén egyébként a töltőnek a nyílása van, ami belülről nyitható, és én nagyon-nagyon szeretem, egyébként egyre inkább szeretem azokat az autókat, amin elől van a töltőnyílás. Egyrészt már otthon is sokkal könnyebb tölteni, illetve az utcán a töltőknél is bárhol van a töltő, be tudunk állni, és sok sokkal egyszerűbb, mint amikor hátra kell rángatni a kábeleket, úgyhogy ez mindenképpen egy jó pont. Hát ugye nincsen kipufogó értelemszerűen, és talán a kerekek különböznek, azt hiszem ezek a kerekeket kifejezetten az elektromos modellet gyártották, ezek sokkal kevesebb légelelással működő kerekek, mint mondjuk a normál benzines modelleken lévők külsejét tekintve egy jó nagy dobozzal állunk szemben, de azért igyekeztek a, a dizájnerek ezt a dobozt egy kicsit feldobni, és hogy az autó elejétől elindulunk, egészen a végig teljesen jól néz ki az autó, ezekkel a kis csapott szélvédőkkel, kicsit lefelé mutató tetővonallal, a két színű festéssel, a fehérre van a tetője, nekem nagyon tetszik, jól néz ki így egybe az egész, hát a hátulja az nem sikerült, tehát a hátuljára semmiképpen nem mondanám, hogy jól néz ki, sőt, hát inkább mondanám nagyon furcsának, és hát ezekkel a hatalmas féklámpákkal, meg indexekkel Ilyen kicsit gnóm lett az egész, de, de egyébként azt gondolom, hogy, hogy a, a praktikusságot feláldozva a Design oltárán, majd látni fogjátok, hogy belső térügyileg egy nagyon-nagyon kellemes autóról beszélhetünk, és nagyon sok hely van benne. Külsőről térjünk át a belsőre, mert szerintem ennek az autónak a belső sokkal izgalmasabb, mint a külső. Külsőre is izgalmas persze, elég érdekes vonalai vannak, de, de belül egy hatalmas autót. Az i3 se kicsi, amit én használok, de ezekkel a fotelekkel hátul akkora hely van, hogy táncolni lehetne. Tehát, hogy én 174 vagyok, nem vagyok nagy, de hát így elveszek, hogyha hátra Ez egy 5 személyes autó. Mondjuk az a középső, az a hátsó a középső rész ez nem olyan kényelmes, de a két szélén két bár a felnőtt ember gond nélkül elfér, hatalmas fejtér, a nézzétek meg. Tehát így, így ekkora, majdnem 20 centi van a fejem fölött, így nincs, nincs leengedve az ülés, így megkaptam az ott, úgy, ahogy van, beleültem, Hatalmas belső tér van, nincsenek holterei az autónak, nagyon jól ki lehet belőle látni, jó nagy visszapillantó tükrök is vannak. Tehát ezt az autót vezetni a városban nagyon-nagyon ideális, akár taxinak is lehetne használni. Talán a csomagtér az egyetlen, ami egy picikét kicsi, nem olyan nagy, mint mondjuk, amit így az ember elvárna, de de szerintem nem vészes, és akár ilyen családi második autónak gyerekeket iskolába hurcolni, hozni, vinni, be, nagy bevásárlást tartani, tökéletesen megfelel az autó. Mondjuk a felhasznált anyagokat tekintve nem mondanám, hogy hát eldobtam a, az agyamat, mert, mert hogy hát nem, tehát azért ezek a kopogós, koszoródó műanyagok hát hagynak némi kívánnivalót. A fehér betétek nem rosszak egyébként. A kormányfűtés az külön pozitívumnak megemlíteném, míg el nem felejtem, hogy végre egy elektromos autó, amiből nem spórolták ki, az egyébként szinte semmit nem fogyasztó kormányfűtés. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett. Az, az, ülések, hát oldaltartása nincsen, de ez nem is egy sportautó, úgyhogy nem is nagyon kell. Viszont nagyon-nagyon kényelmes, tehát nagyon be lehet süpedni, el lehet benne lenni. Tennap két és fél órát vezettem a, a szólt, és, és, így nem fájt benne a hátam. Nagyon jó volt, a fejtámasz egy picikét lehetne puhább, mert egy kicsit beleverem a fejemet, de egyébként teljesen rendben van. Van egy jó nagy váltókarunk, amit hát gondolom a benzinesből hozták át, és nem akarták újra dizájnolni, és semmi értelme nincsen egy elektromos autóba egy ekkora váltónak, simán ilyen gombokra lehetne rakosgatni, és egyébként ezt a megoldást preferálom a legtöbb autóba. Mindegy, ez a legkevesebb. ami még azonnal észrevettem, amikor beültem az autóba, ezek a kiemelkedő Bowersen Wilkinsre hasonló, nagyon drágának tűnő kiemelkedő magas sugárzók. Így egészen elképesztő, hogy, hogy ezt így, így, beledizájnolták az autóba, tök jól néz ki, és, és egyébként nem is szól rosszul, nem. nem, úgy szól, mint mondjuk egy egy másfél milliós rendszer, amit mondjuk egy komolyabb autóba, luxus autóba meg lehet venni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a kategóriában teljesen rende van. Ami, ami még nagyon vicces a, a hanggal kapcsolatban hogy a, mély nyomoknál, a ményomoknál, a, a ményomok körül van ilyen, hát mood lightnak hívják, ilyen hangulatvilágításnak, amit átkapcsolhatunk egy kattintásra itt a kormánynál, és átkapcsolhatjuk, hogy a zene ütemére egy világítson a hangszóró körül, amit így nem tudok mire vélni. Biztos megnézték, hogy ennek az autónak a vásárló célközönsége kedvelheti az ilyesmit. Nekem kifejezetten zavart, amikor ezt bekapcsoltam, hogy vezetés közben hallgattam a zenét, és így, így a jobb oldalról, ugye az, az, utas oldalról láttam, hogy így valami villog bele a a, a szemem felé. Mindegy, van rajta ilyen, eset, lehet, hogy ez valakinek bejön, szerintem semmi szükség nincs rá. Szerencsére ki lehet kapcsolni. A műszerfal egészen rendben van. A középső részén a feliratok meg ezek a kis szövegek, ikonok elég, elég macerásan lehet navigálni a menübe, sok pici gombot kell nyomogatni a kormányon, és akkor megyünk egy ilyen menübe jobbra, balra, lefelé is lehet menni. Meg lehet szokni, de, de ez egy picikét ilyen old tűnik nekem így dizájnra is, a, a, fontok is, még picit ilyen pixeles is. A középkijelző viszont abszolút megérdemel nagyon-nagyon nagy piros pontot, ugyanis baromi jól áttekinthető. Végre egy elektromos autó, amit megcsinálták, hogy Megtanulható gyorsan, és menet közben oda pillantok, és mindent látok. Egyszerűen áttekinthető, nem csili nincs agyon dizájnolva, nincsenek drop nincsenek ilyen tükröződések. Egyszerűen csak így, így jól meg van csinálva, külön gombja van az LV beállításoknak, kapunk, visszanézhetjük például. Az akkumulátornál, hogy mennyit fogyaszt a külön a villanymotor, mennyit fogyaszt a klíma, mennyit fogyasztanak a különböző elektronikákat, a világítás, meg a, a zenék. Aztán megnézhetjük, hogy mennyire ekók vagyunk, hogy milyen, milyen levelben vezetünk. Viszont van ö, történet is, tehát megnézhetjük, hogy például tegnap mentem 121 km 16,1 kWh átlagfogyasztással, és ezeket egy mind szépen elmenti. Nyilván érintő és egyébként egész gyors, tehát nincs vele gond tök jó, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy piros pont, és, és, minden autóban legalább legyen ilyen kategóriás kijelző. Vezetési élmény, hát nem nagyon akarok erre sok időt pazarolni a, videóból, Kapunk 110 lóerőt, 285 Nm-es nyomatékkal, nyilván első kerékhajtással. És meglepődtem egyébként, hogy papíron csak 11,2-t ír, hogy annyi alatt van százon, én, én, sokkal jobbnak éreztem. Érdekes, hogy ilyen sok villanyautózás után is, hogyha picit nagyobb a nyomatéka megszokottnál, akkor, akkor így át tudja verni az agyamat, és, és egyébként a 11,2-hoz képest, azt hittem, hogy ilyen 8 9 alatt van százon, aztán lemértem, és tényleg ilyen 11 másodperc körül van százon. Ettől függetlenül a városi forgalomba simán, simán, jóval jobban megy, mint az átlag autósok, nem is kell kitolni a szemét, és még akkor is gyorsabbak vagyunk, hogy Eko módban vezetünk. Tehát, tehát én addig nyomjuk a gázpedált, amíg a kis eko módban mutatja a kijelző, hogy nem fogyaszt túl sokat az autó, és még így is legyorsoljuk az átlagos városi autókat. Nyilván országutas előzésnél ott jól jönne plusz lóerő, és egyébként 145 km-re van korlátozva a sebesség, az is lehetne egy picit több, legalább 150 mondjuk, de de elektromos autónál ezeket megszoktuk. Most páran felnevetnek a 145 végsebesség, de vicces, de hát. Manapság úgy nem lehet sehol gyorsabban menni, úgyhogy végül is elég. Ez az autó abszolút nem egy sportos autó, megpróbáltam vele gyorsan menni, és aztán rájöttem, hogy inkább nem kéne, mert az első kanyarnál így jössz, hogy nagyon sokat kell tekerni a kormányon, és így, így ahogy a, az autó túljutott a komfortzónáját, a, a lengésére itt azt mondták, hogy nem bírjuk tovább, és hát ilyen enyhe halálfélelemmel vettem be a kanyarta. a, kanyart a amelyre éppen voltam, és így tehát semmi értelme egy kitaposni a belétenek az autónak, nem is arra való, picit magas is hozzá, nem egy sportos autó, viszont egyébként, hogyha normálisan közlekedünk vele, akkor nagyon-nagyon kényelmes ilyen limuzinos vezetni, hát ugye súlya is van, 1530 kg os hiszem, és, és ennek köszönhetően jó limuzinus a, a lengéscsillapítás, csak hát nem, a, nem szerpentire találták ki, nem kellett gyorsan menni és ilyen kanyarokat vadászni. Ami viszont nagyon-nagyon tetszett, hogy ez az autó is nagyon halk. Sokkal halkabb, mint az I3-asom. szélzaj szinte nulla, egyedül a, a téli gumitnak a gördülési zaját lehetett hallani. Ezért is egy nagyon nagy piros pontjára tervezőknek, nem tudom mi a trükk, de, de tényleg nagyon csöndes. Ami még a vezetéssel kapcsolatos és érdekes, hogy az összes elektromos autó közül, amit eddig vezettem, ebben az autóban lehet a legkevésbé hallani a villanymotornak a hangját, tehát ezt a nem sivító hangot. Ebben, tehát így a zenét teljesen le kellett hallgatnom, sőt kikapcsolnom, hogy egyáltalán így, így, padlógáznál halljam azt, hogy, hogy kicsit visít az elektromos motor. Úgyhogy ha valakit például zavar ez a elektromos motor visítás, akkor, akkor ez az autó ez megoldja, ugyanis ebben szinte semmennyire nem lehet hallani. Külső megvolt, belső megvolt, vezetés megvolt, most nem akarok vele menni egyébként, mert uh, remeg a kamera, meg, meg tényleg ez az autó nem arról szól, hogy csapassok, neki nem tartottam értelmét, hogy most itt fel alá autózgassak vele, és egyébként sokan mondtátok, hogy sokkal ilyen nyugisabb, így ilyen beszélgetősen autóban ülve így az autóról beszélni, és közben a vágóképeket nézegetni, úgyhogy nincsen most csapatás, még nulláról százat se csináltam, mert tényleg ennek az autónak nem ez az értelme, viszont ami a legfontosabb, az a hatótáv. Mivel ebben az autóban csak egy 27 kwh akkumulátor van, ami, ami hát a mai mezőnyben nagyon nem számít soknak, a 2018-as modellben már 30 kWh-s akkumulátor pak van de tehát, tehát, az a baj, hogy manapság már 2018-ban a 40, 50, 60, 90 kWh-s akkumulátorok felé megyünk, tehát egyre több gyártó, például az új Nissan Leaf az 40 kwh a Hyundai Kona az 60 kWh-s akkumulátorra érkezik, az új Jaguar i 90 kWh, a tesla ugye 75 és 100 között mozognak, tehát hogy ez a 27, illetve a 30 az új uh, szólban, nagyon nem számít soknak, nem az európai, hanem az EPA mérés szerint 150 km a hatótávja ennek az autónak, ami ténylegesen ennyi, tehát ez a 150-et ezt tudja, de például a mínuszokban 100-110 km tudtam vele elmenni, tegnap nulla fokban, nagyon-nagyon óvatos vezetéssel, Dunakanyarba mentem föl, város 50, autóúton 87, és így tudtam elmenni 121 km, 16,1 kWh-s és még maradt egy ilyen 30-35 km az autóban, tehát, tehát tényleg ez a 100 50 kilométert tudta hozni nulla fokban. Az i3, az, az például simán láttátok a tesztet, 170 kilométer lett volna, mínusz 16 fokban. És ugyanúgy vezettem az i 3 at is, mint ezt az autót. Szóval sajnos ennek az autónak a hatótáva a gyenge pontja. Minden más az teljesen rendben van. Viszont ehhez az árhoz, amit majd mindjárt mondok, ez, ez a hatótáv, ez kevés. Hogyha kicsit olcsóbb lenne, akkor még, még azt mondanám, hogy oké, kis kompromisszumokkal lehet vele országot is járni, csak villámtöltők felé kell menni. Csak az a probléma, hogy ennek az autónak a listára 8,3 millió forint állami támogatással, tehát a másfél millió forintos állami támogatással ennyi. Az a probléma, hogy a Kia nem fejlesztette ezt az autót, és közben elment fölött az idő. Ugye ennek az autónak az ellenfele a régi Nissan Leaf volt az előző modell, Körülbelül az is ugyanilyen hatótávokat tudott, körülbelül az is ugyanebben az árkategóriában mozgott, és ott még el lehetett gondolkozni. Csak az a baj, hogy nagyon nem úgy tűnik, hogy ebből az autóból lesz egy, egy sokkal jobb modell. Például a Nissan Leaf-ből kijött a 40 kWh akkumulátorral szerelt modell, és ebből meg, meg semmi, tehát 30 kwh tartanak, és nem is tudunk róla, hogy, hogy lenne bármilyen új fejlesztés, vagy egy új modellt tervezne piacra dobni. A Kia, közben a Hyundai piacra dobja a Konát, ami, hát ami 400 km-t fog tudni megtenni, a 60-as akkumulátorpakkal, úgyhogy ez a nagyon nagy baj, hogy sajnos nem tudom azt mondani, hogy mindenki rohanjon a, a Kia és vásárolja meg ezt az autót, mert 8,3 millió forintot ez nem ér meg. Ami még eszembe jutott az ár kapcsán, hogy nemrég a totálkáros Winkler Robival találkoztam a, a és pont egy Kia Stingerrel volt, keresetek rá a egy ilyen teljesen jó kis szedán, és elég sportos autó, és mentünk vele egy kört, és leszámítva, hogy engem a benzinmotoros autók már nem olyan mozgatnak mert meg ezek a kamu kipufogó hangok voltak szerintem abban is, de ettől függetlenül például a Kia Stinger, az sem egy olcsó autó, de de egy beleülve akár egy BMW is lehetett volna, és ott árteljesítményben a Kia Stinger az megéri az árát. A Kia Soul szóval sajnos árteljesítmény viszonyban nem éri meg az árát, jóval-jóval olcsóbbnak kell lennie, és akkor nagyon sokan elgondolkoznának rajta. Úgyhogy kedves Kia, azt üzenem, hogy tessék fejleszteni, mert egyébként az irány az jó, és ott a Kia Stinger például, ami nagyon jól sikerült autó lesz, ugyanilyeneket kérünk elektromosba, mert, mert képesek vagytok rá, hiszen a maga korában ez az autó sem volt egy, egy rossz verda, úgyhogy tessék belehúzni a fejlesztésekbe. Ez volt a Kia szól, és még mielőtt elköszönnék, nagyon fontos, mivel nem nézitek végig a videókat, és a végén szokott lenni egy köszönet, úgyhogy most szóban köszönöm meg a hírkereső nak a támogatást, meg persze a többi 300 Patreonos támogatomnak is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon sokat segítetek, srácok, szerintem nem is tudjátok, hogy mennyit. És még valami nagyon fontos, igen, nem felejtem, a következő epizódban, hét közepén, a, az extra epizódban, amit a Patreonnak köszönhettek, hogy van, egy magyar startup cégnek az alkalmazását fogom bemutatni, a Parkült, ami titkos garázsokhoz segíthet hozzá minket, illetve tisztíthatja a város levegőjét is közvetve, és megmenthet minket a belvárosi parkolóhely keresés gyötrelmétől, Úgyhogy szerintem egy elég jó kis beszélgetős epizód lesz, mindenféleképpen nézzétek majd meg. Úgyhogy és nem maradt más hátra a következő heti epizódig. Sziasztok, viszlát, ciao, Hello! Érdekesek ezek a picit ilyen háromszög alakú ablakok, és teljesen jól néz ki az egész. Sajnos, ahogy a hátuljához elérünk, ott már nem annyira jó. Jött egy elektromos fiat mögé, nagyon vicces. Jó napot kívánok! Azért, megenged egy fényképet? Persze, a persze, szia, Horváth András. Szépen, a haverom vett egyet Amerikában most egy kékfehéret.